Múzes 5. könyve 8. rész Isten jósága hűségre kötelez. Tartsátok meg és teljesítsétek mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok nektek, hogy éljetek, szaporodjatok, bemenjetek és birtokba vegyétek azt a földet, amelyet az Úr atyáitoknak esküvel megígért. Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr a pusztában negyven éven át, hogy megsanyargatva és próbára téve téged megtudja, mi van a szívedben. Megtartod-e parancsolatait, vagy sem? Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáit sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az úrszájából származik. Ruhád nem szakadt le rólad, lábad sem dagadt meg ez alatt a negyven év alatt megértheted ebből, hogy úgy fegyelmez téged Istened az Úr, ahogyan az ember fegyelmezi a fiát. Tartsd meg tehát Istenednek az Úrnak a parancsolatait, az ő úton járj, és őt féld. Mert jó földre vízbe most téged Istened az Úr, folyóvizek és mélyből fakadó források földjére, amelyek hegyen völgyön a felszínre törnek. Búzát és árpát, szőlőt, fügét és gránátalmát termő földre, olajfáknak és méznek a földjére. Olyan földre, ahol nem kell szűkösen enned a kenyeret, és nem szenvedsz hiányt semmiben. Olyan földre, amelynek köveiben vas van, a hegyeiből pedig rezet bányázhatsz. Ehetsz jól lakásig, és áldani fogod Istenedet az Urat azért a jó földért, amelyet neked adott. De vigyázz, el ne feledkezz Istenedről az Úrról, megszegve parancsolatait, törvényeit és rendelkezéseit, amelyeket ma megparancsolok neked. Amikor jól lakásig eszel, szép házakat építesz és azokban laksz, amikor marháid és juhaid megszaporodnak, lesz sok ezüstöd és aranyad, és bővében leszel mindennek, akkor föl ne fuvalkodjék a szíved, és el ne feledkezz az Úrról a Te Istenedről, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgasságházából. Ő vezetett téged a nagy és félelmetes pusztában, ahol mérges kígyók és korpiók vannak. A kiszikkat földön, ahol nincs víz, ő fakasztott neked vizet a kemény kősziklából. Ő táplálta a pusztában mannával, amelyet nem ismertek atyáid. Megsanyargatott és próbára tett, hogy végül is jót tegyen veled. Ne gondol tehát majd magadban, az én erőm és hatalmas kezem szerezte nekem ezt a gazdagságot, hanem gondolj mindig Istenedre az Úrra, ő ad neked erőt a gazdagodáshoz, hogy szövetségét, amelyre esküdtett atyáidnak, fenntartsa mind a mai napig. De ha mégis elfeledkezel Istenedről az Úrról, és más Isteneket követsz, azokat tiszteled és azokat imádod, kijelentem nektek már most, hogy menthetetlenül elvesztek. Elpusztultok ugyanúgy, mint azok a népek, amelyeket kipusztít előletek az Úr, mert nem hallgattatok az Úrnak, Isteneteknek a szavára.